A gyerekek már az ünnepélyes átadás előtt birtokba vették a pályát, amelynek műanyag borítása kiméri az ízületeket. A bruttó 11 millió forintból elkészült létesítmény a két évvel ezelőtt elhunyt Sallai József nevét viseli. A legendás testnevelő tanár és kosárlabdaedző kezei közül 16 élvonalig eljutó játékos került ki, és 8 kosaras húzhatta magára az utánpótlás válogatott mezét. A liget a 220 fiatalt foglalkoztató Nyíregyházi Kosárlabdaklub TAU sportfejlesztési programjának részeként jött létre. Magyarország kormány által indított TAU sportfejlesztési program keretében vásároltuk meg a pályaborítását, ami 1,2 centi vastag préselt gumira, puzzle alakokra vágva, és a két szabadtéri és csapabíró ütköző falla műanyagpalánka és sugógyűrűvel rendelkező palánkot. A forrás az ez volt, a területet Nyíregyháza megyegyő város önkormányzata biztosította, illetve készítette elő nekünk, és így született meg ez a mai végeredmény, a Sallai József kosárlabda gét, ami nagyon-nagyon örömünkre szolgál, és egyben emléket is állít Sallai tanár úrnak. A pálya a tömegsport kiszolgálása mellett alkalmas testnevelési órák megtartására, valamint 3x3-as és streetball tornák rendezésére. A világ egyik legnépszerűbb sportágáról beszélünk itt Nyíregyházán, és nagyon sokan űzik ezt a sportágat. Ezzel is lehetőséget kínálunk nekik, hogy választhatják ezt a sportágat. És nagyon fontos, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínáljunk arra, hogy bármely sportágba bekapcsolódhassanak, és ezáltal ugye egyre eredményesebbek leszünk utánpótlásban, nevelésben és az élsportban is. Ugye a szabadidő sport az azzal, hogy itt bárki bármit használhat, egyébként egy ligetről van szó, ahol szabadtéri kondipark is van, futókör is van, amellyel tényleg azt tudjuk elérni, hogy egészségre nevelés is óriási erővel fog fejlődni, és az itt élők fogalmazták meg azt az igényüket, hogy szeretnék, hogy sportlétesítmény legyen itt. Ehhez csatlakozott a Nyíregyházi Kosárlabda Klub és a Magyar Szövetség is, és támogatásáról biztosította a TAU-s beruházások kapcsán. A megyeszékhely polgármestere kiemelte, hogy több szempontból is fontos a város sportlétesítményfejlesztési koncepciójába illeszkedő létesítmény átadása. Egyrészt egy újabb szabadtéri kosárpálya, ami mindenki számára elérhető, másrészt a nyíregyházi kosárlabda élet legendás edzőjének, Sallai József tanár úrnak is emléket tudunk itt állítani. Ez a kettő együtt, mind a kettő nagyon fontos, és fontos a helyszín is. Ugye itt vagyunk a tömbelsőbe, amit évek óta fejlesztünk. Sok minden elkészült már, a népsétány, a játszótér, a szabadtéri kondipark. Most itt van ez a nagyon szép kosárlabdapálya, hozzák a tegbalasztalt, amit télére bevittünk, és hétfőn kezdődik a járdák teljes körű felújítása, ezzel tulajdonképpen ez a teljes körű parkfelújításba is fejeződik. Az átadó után azonnal lejátszották az első meccset az új pályán, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub U12-es csapatai bemutató mérkőzésen adtak ízelítő tudásukból.